Üdvözlöm a kedves nézőket! A publikum mai adása a megújult civil közösségek házából jelentkezik, ahol egyébként egy új fotógaléria is látogatható, ahol jelenleg Tóth József a Hegedű mosolya című tárlata látható. Most kövessenek, keressük meg a Mecseki Fotoklub elnökét. Szinte sejtettem, hogy itt fogom megtalálni az elnök urat, de engedd meg, hogy tegezzelek a nézőknek is, hogy megmagyarázzam, hogy miért, hiszen te tanítottál engem annak idején, amikor általános iskolás voltam. Nagy megtiszteltetés a publikumnak, hogy veled találkozhat, hiszen a Mecseki Fotóklub elnöke vagy. Hogyan kerültél kapcsolatba a fotózással? Általános iskolás koromban már vonzott valamennyire a fotózás, de nem volt mivel. Aztán gimnazista koromban nagypapám meglepett egy Zenit fényképezőgéppel. Nagy Lajos gimnáziumban jártam, ahol dr. Szász János, sajnos már nem élő fotóművészünk vezette a fotószakkört. Hát sokan Pécset, őtőle tanultuk a fotográfiát, és hát amit ő tudott, az fantasztikus. És azt úgy át is tudta adni nekünk, hogy mindenki, aki oda járt fotószakkörbe, az egész életre megfertőződött. Tehát én gimnáziumban kezdtem, akkor részt vettem Helikonon, országos diákfotópályázatokon, és nyertem az első díjaimat, és amikor érettségi tájékán Tám László, akkori vezéregyénisége, nem, akkor még nem elnöke volt a klubnak, szólt, hogy öcsi, gyere, hát itt a fotóklub. Na hát így léptem be 1972-ben a fotóklubba, és hát azóta életemnek a második, harmadik szerelme körülbelül. Minden kedden e körül forog, és hát a hétköznapok többsége is, mert mindig van valami munka, amit a fotóklub érdekében, a pécsi fotográfia érdekében lehet csinálni. Aztán szerencsére most ugyan elég későn, de önálló kiállításokkal is ritkán jelentkeztem, azért szittak is többen, hogy miért nem sűrűbben, hát nem vagyok olyan termékeny. És hát az utóbbi egy évben most a fotóalbumok kiadásában is, hál' Istennek, sikerült találnom egy jó területet. Éppen most kaptam a hírt, hogy a második albumom a Szeged madártávlatból nyomdába került. Ez nagyon jó hír. Mi inspirál, amikor dolgozol elsősorban? Meg tudsz-e jelölni valamilyen fogalmat, természet, hit, belső tűz? Mi az, ami visz előre? Hát jó darabig a természet hatása volt az, ami úgy hatott rám, hogy fényképeznem kellett tőle, de sose hagyományos természetfotókat készítettem, hanem egy kicsit elvarázsoltam, módosítottam a képeimet, persze nem nagyon, tehát annak nem vagyok híve, hogy laboratóriumban ott ülünk és ott készüljön a kép, hanem az készüljön el nagyjából akkor, amikor az ember a látványt átéli és hat rá. Aztán az építészet is vonzott, és hát a városfotók, na most az utóbbi időszakban az a városfotó a levegőből, a légifotózás, ez a kedvenc területem. Ez nagyon speciális, köszönjük az eddigi válaszokat, kérlek maradj még velünk, hiszen a publikum folytatódik. Nézőket is arra kérem, hogy tartsanak velünk, hiszen a mai adásban komoly és könnyű zenek, kiállítások, színház és bábszínház várja önöket. Kellemes szórakozást! Most pedig fogadjanak egy-két fontos információt a Mecseki Fotóklubról első kézből. A klub, amint azt már említettem, de hát ez egy fegyvertény, idén 50 éves. Stílszerűen a civil közösségek házába hívtuk beszélgető partnerünket, a Mecseki Fotóklub elnökét csütörtökön, hogy a festői környezetben ossza meg velünk gondolatait az 50 éves jubileum előtt, és beszámoljon, hogyan jött létre új galériájuk. 2007-ben 50 éves a Mecseki Fotóklub. Ebből kifolyólag, hát ha már adunk magunkra, akkor természetesen ezt megünnepeljük. És az ünnepség az, hát egy hosszú folyamat ennek a ünnepségnek a különböző része is, illetve hát a vele kapcsolatos feladatok. Tehát a lényeg, hogy október 5-én nyílik egy nagy kiállításunk a Pécsi Kis Galériában, ahol szeretnénk minél alaposabban bemutatni ezt az 50 évet. A kiállítás alkalmából egy könyvet, fotóalbumot is ki szeretnénk adni. Úgy néz ki, hogy sikerülni fog, ami szintén a Mecseki Fotóklub 50 évéről és Pécs fotográfiájáról szól. Na hát ehhez persze rengeteg munkára van szükség, szervezésre, tehát jövő kedden gyűjtjük össze a képek nagy részét, aki él és mozog, attól várjuk a képeket, aki sajnos nem él.
és hát esetleg nem tud eljönni személyesen, azokat pedig a következő néhány hétben felkeressük, és elkérjük a ide alkalmas és ide szánt képeiket. Papíron 77 tagunk van, nyilván az aktív tagok száma az ennek a töredéke, mondjuk olyan 20-25-30 tag van, aki évente legalább néhányszor megfordul a klubban, és hát egy olyan 10-20 fő között van az aktív mag, akik munkára is bármikor foghatók. Hát a galéria kialakítása, hát először természetesen óriási hálával gondolunk azokra, akik minket ide beterveztek a civil közösségek házába, úgyhogy egy önálló galériát is kaphattunk. Tehát magának az építészeti dolgoknak, az építészeti költségeknek a nagy része nem ránk hárult, hát nincs is miből. Viszont megkaptuk a galériát úgy, hogy hát, szép helyiség, de amitől galéria lesz, hogy képet lehessenek osztani és azt megvilágítani, az várt ránk. Na hát itt jött az a bizonyos társadalmi munka. Hát bejöttünk kinek, mikor nincs éppen munkája, akkor itt töltötte a szabad idejét, illetve a nyugdíjas klubtagok reggeltől estig, és szereltük a villanyt, a képakasztórendszert, tehát így készült valóban. A klubnak tagja többek között Tillai Ernő, Tóth Károly, Marsakó Péter, Mánfai György, Kört Vélyesi László, és még sorolhatnánk az ismert és kevésbé ismert, de egyre ismertebb neveket. Érdekesség, hogy a klubot eredetileg a következőképpen hívták. Mecseki Turista Egyesület, Amatőr Fotóművész Klubja. Országosan is az elsők között volt ezen a területen. A klub nem sokkal létrejötte után már is kiállítások szervezésébe fogott, és külföldi, elsősorban testvérvárosi kapcsolatai is komoly múltra tekintenek vissza. Az új galériában jelenleg Tóth József füles mesterhegedűs képeit láthatják. Ő egyébként az ország rangidős reklámfotósa, ezt látniuk kell. A hegedű mosolya. Ez a címe annak a kiállításnak, amely a napokban nyílt itt a megújult civil közösségek házának galériájában, amelyet a fotóklub gondjaira bízott a város. A hegedű, annak pedig a nem mindennapi ábrázolása került a középpontba a Mecseki Fotóklub legújabb kiállításán. A sokak által ismert és tisztelt Tóth József hozta el alkotásait Pécsre. A montázsok eredetileg egy zeneiskola megrendelésére készültek, ám olyan jó sikerültek, hogy önálló életre keltek, már több helyen bemutatták az országban. Aki Tóth Józsefet, azaz Fülest ismeri, nem csodálkozik azon, hogy a humor most is felfedezhető az alkotásokon, ezért is illet kitűnően a megnyitóhoz az a zene, amit egy új formáció, nevezetesen a Vaga Jaga adott elő, stílusosan hegedűvel és gitárral. József elsősorban reklámfotós, munkáival szinte mindenki találkozott. A 70-es, 80-as években dolgozott az Orionnak, a Fabulonnak, a Videotonnak, és később számtalan más nagy magyar multicégnek. A Magyar Népköztársaság érdemes művésze Balázs Béla és Pécsi József díjas. Azt mondja, munkája során a legfontosabb a humor. Ha én magam dolgairól van szó, persze én nem csak humoros képeket csinálok, de ha egy műfajt ki kell választani, vagy egy jellemzőt, ami rám jellemző, az biztos, hogy a humor, és amikor én 20 éven keresztül plakátokat készítettem, mindig azok plakátoknak is az volt a jellemzője, hogy ez a komolykodás, és ezen az áru valamilyen humoros formában való bemutatása mindig közelebb állt hozzám, mint az árunak valami olyan feldicsérése, ami ráadásul még nem is igaz. Tehát lényegében nagyon fontosnak tartottam mindig, hogy a humor oldaláról közelítse meg például a reklámot is, és ez mindig komoly visszaigazolást adott. A kiállítást a megújult civil közösségek házában nyitották meg. Hámori Gábor, a fotóklub elnöke örömét fejezte ki, hogy egy szebb terembe költözhettek, ahol számtalan tárlat nyílik idén is.
50 éves lesz idén a fotóklub, úgyhogy a jubileumunkat rögtön ezzel is ünnepelhetjük, hogy új galériánk van, és hát az igazi rendezvényeink azok majd ősszel lesznek a jubileummal kapcsolatos rendezvények. Október 5-én nyílik a Kis Galériában a jubileumi kiállításunk, illetve egy albummal is jelentkezni fogunk, ami könyvesbolti forgalomba is fog kerülni. A kiállítás egy hónapig, március közepéig látható. Ünnepi előadást szervezett szombaton a Scholae Cantorum Sopianensis Egyesület. A koncerttel Jobbágy Valér tanár urat köszöntötték születésnapján. 60. születésnapján tanítványai, barátai és kollégái köszöntötték Jobbágy Valért. A tanár úr pénteken ünnepelte születésnapját, szombaton pedig a Scholae Cantorum Sopianensis Egyesület szervezett ünnepi koncertet. Itt azok a kórusok énekeltek, amelyeket Jobbágy Valér alapított. Úgy gondoljuk, hogy nem kapott elég nagy hangsúlyt az, hogy a tanár úr nagyon sok kórust vezényel, és igen jelentős nemzetközi és hazai verseny és kórus sikereket ér el. És mindenképpen szeretnénk ezzel a koncerttel tulajdonképpen egy ajándékot átnyújtani, hogy mennyire ezt szeretjük és tiszteljük, és úgy gondoljuk, hogy ez mindenképpen jár neki, ez a fajta ünneplést. A PTL tanára, a Budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense az elmúlt 25 évben 73 nemzetközi díjat söpört be kórusaival, ebből 31 első helyezést, 7 nagy díjat és 3 a legjobb karnagynak járó díjat könyvelhetett el. Azok a kórusok, amiket ő vezet, tehát a Puelli Női Kamara kórus, a Szexádi Madrigál kórus, a Scholae Cantorum Sopianensis, a Palestrina kórus, amely a Bazilikának a kórusa, valamint a Püspöki Énekiskolának a kórusa, akiket korábban ő tanított, és hát természetesen mivel az egyetemnek a tanára, ezért a Pécsi Egyetemi Kórus is énekelni fog. A koncert igazi meglepetés volt, ami jól sikerült, hiszen az ünnepelt nem is sejtette, hogy mire készülnek a szervezők. Nagyon-nagyon reméljük, hogy ez tényleg egy meglepetés lesz. Próbáltuk úgy szervezni, hogy ő ne tudjon róla. Hát természetesen előfordulhatott olyan dolog, hogy ő valamit meghallott vagy megsejtett, de reméljük, hogy ez tényleg meglepetés lesz. Lévai Katalin írt már esszéket, szociológiai tanulmányokat, és most megjelent első szépirodalmi munkája is. A címe Párna könyv. Szerelmi történet egy politikustól. A női titkok, vágyak, félelmek és csalódások könyve. Ez a Párna könyv, aminek a távol-keleti kultúrában már évezredes hagyományai vannak. Lévai Katalin hasonló címmel jelentette meg kisregényét, ami egy szerelmi történetet dolgoz fel. És bár a bulvársajtó túlságosan erotikus hangvételűnek minősítette a kötetet, legalábbis egy európai parlamenti képviselőtől, a Párna könyv mégsem emiatt lett sikeres. Lévai Katalin azt mondja, ez a Párna könyv nem az ő féltett titkait őrzi, tulajdonképpen egy mese olyan érzésekről, amiket sok nő átélt már. Az életemnek volt egy olyan nagy szerelme, ami az alapul szolgál. Ennek a könyvnek az alapjául szolgál, de hát nagyon sok olyan jelenetet írtam bele, ami nem valós, amit valóban kitaláltam, és ezáltal tényleg két olyan szereplőt hoztam létre, akik hát nem én és az egykori párom vagyunk, hanem két, egy férfi és egy nő. A szerelmi történet mellett a könyv a 80-as évek valóságát, társadalmi hátterét is bemutatja, azt, hogyan látta egy akkori ellenzéki gondolkodás ember Budapestet és Erdélyt. A szerelemben Budapest jelenti a nyugtalanságot, a neurotizmust, a boldogtalanságot, és Erdély jelenti a tisztaságot és a megnyugvást. Tehát van egy ilyen kettősség, amit Tatá is kifejez. De hát alapvetően mégiscsak érzelmekről szól, mégiscsak egy nőnek az érzelmi önismereti útja, az önmagára ébredése. És azt hiszem, hogy ez az, ami nagyon sok fiatal nőt és középkorú nőt is megfogott, mert nagyon sokan átélték ugyanezt az érzést, és jó, hogy olyan visszajelzéseket kapok, amelyek arról szólnak, hogy örülnek annak, hogy most a könyv által újra átélhették azt, amit egyszer ők már az életben, vagy akár többször az életben is megéltek. Lévai Katalin a 80-as évektől kezdve folyamatosan publikál, írásaiban pedig kiemelt szerepet szán a nőknek. Ráadásul képviselőként is fontosnak tartja, hogy meg tudjon maradni nőnek a politika elférfiasodott és kemény világában.
Nagyon lassan alakul át Magyarországon a politikai világ. Az Európai Parlamentben már nem ezt tapasztalom. Ott már 30%-nál magasabb a női politikusok aránya, ami azt jelenti, hogy elérték azt a küszöböt, amikor már láthatóvá váltak. Magyarországon ez ilyen 8-10% körül mozog, az nagyon kevés. És úgy látom, hogy nagyon lassan mozdul el. Tehát itt tényleg komoly áttörésre lenne szükség. Hang Gábor idén februárban lenne 45 éves. A Bóbita Bábszínház társulata ráemlékezve egy díjat alapított, amelyet minden évben a társulat egyik tagjának ítélnek oda. Idén Illés Ilona vehette át ezt a díjat. Hang Gábor a Bóbita Bábszínház egyik kiemelkedő egyénisége volt. A fiatalon elhunyt bábszínészre ma is szeretettel és tisztelettel emlékeznek társai. Tavaly óta egyébként már egy díj is a Jó Barát nevét viseli. Az elismerést idén Illés Ilonának ítélték oda a bóbitások. Nagyon sokat jelent számomra, mert ezt a díjat hát annak adják, aki abban az évben a társulat szerint legjobban teljesített. Lehet ez színész, lehet műszak, vagy a műhely dolgozói közül. És hát idén én kaptam, és nagyon boldog vagyok. Ők ketten, a kis leányunk, verset róluk most csinálunk. Kis Amál és kis Ida, szívem titkos bogyriba bújtak be, és ottan élnek. Amíg róluk szól az ének, amíg emberek remélnek, amíg este nem henyélnek, amíg tévét. 1981 óta vagy tagja Bóbita társulatnak. Honnan ez a szenvedélye a bábszínészet iránt? Hát teljesen véletlenül kerültem bele a csapatba. 81-ben lett hivatásos a bábszínház, és azzal a feltétellel lehetett megalapítani akkor egy hivatásos bábszínházat, hogy állandó tagságot szerződtetnek, és akkor 12 embert sikerült összeválogatni. Ez egy ilyen válogatás volt. Akkor Kós Lajos volt itt az igazgató, és hát akkor elindult ez úgynevezett stúdió. És az 2 éves volt, és akkor igazából 83. augusztusától vagyok a tagja, hivatásos tagja a bábszínháznak, én már 25 éve. Mennyire más egy színész és egy bábszínész dolga? Talán az, hogy egy bábszínésznek igazából a testével, legfőképpen a kezével kell játszani. Kezével, lábával, mikor mit, attól függ is. Abba kell, történetesen, hogyha egy kézzel vagy egy lábbal kell valamit jelezni, akkor abba bele kell tenni egy egész karaktert. Tehát ugyanúgy fel kell építeni azt a szerepet, azt a karaktert, amit egy színésznek csak az át kell vinni az embernek a kezébe, onnan meg a bábuba. A Bóbita több olyan darabot is játszik, ami ugye persze felnőtteknek is szól, de hát a fő célközönség a gyerekek. A gyerekeknek mennyivel más, vagy mennyivel nehezebb játszani? Egyik se könnyű. A gyerekeknek talán azért nehezebb, hogyha így lehet fogalmazni, mert nagyon őszinték. Tehát ők abban a pillanatban visszajelzik a színpadon szereplő embereknek, hogy na most érdekli őket, nem érdekli, megfogtok őket. És hát reagálnak. Na, rögtön az a lényeg. Miközben hát ugye a felnőttek azért ott ülnek, és akkor utána megbeszélik. Tehát valahogy így. Melyik a kedvenc szerepet, amit az évek során így mondjuk a nagyon a szívedhez nőtt? Igazából nincsen kedvenc szerepem, vagyis mindegyiket szeretem. Nem tudok úgy szelektálni most ezt vagy azt, mert mindegyik szerepben megkeresem azt, hogy mit lehet benne szeretni. Van olyan, hogy na hát ez nem annyira, vagy minden, de hát muszáj az embernek megoldani a feladatot, és akkor hopp, egyszer csak rátalálok arra, hogy na most itt meg vagy, és akkor onnan aztán tudom építeni. És mondjuk, hogy egy negatív szereplőt kell játszani, akkor mi a helyzet? Jaj, azt nagyon szeretek negatív szereplőt játszani. Tudnélik, nagyon sokáig voltam csak naíva. Valami 18 évig legalább. És akkor aztán végre a Samó Gábor műsorra tűzte a csodálatos tűzszerszámot, és ott végre boszorkány lehettem. Hát ez nagyon hálás szerep volt. Aztán jött a Holle anyó, amiben
jó is vagyok, meg rossz is, az még izgalmasabb, hogyha én vagyok a holleanyó, és a következő képben már én vagyok a gonosz Genti néni. Szóval a kettősség, ez nagyon-nagyon izgalmas, nagyon jó feladat. Kezdetektől együtt vagy a társulattal, szerinted hogyan fejlődött az évek során ez a csapat? Ez nehéz kérdés, mert itt a 25 év alatt nagyon sokat változott a csapat összetétele. És ahányszor jön egy új ember, vagy egy új igazgatóváltás van, akkor mindig újraépül. Tehát nem azt kell alatt érteni, na most összeomlott valami, hanem hogyha jön hozzá egy ember, akkor arra felé. Vagy ő idomul a meglévő csapathoz, vagy a csapat egy kicsit ő felé, és akkor aztán összecsiszolódunk. Most egy új darabot próbál a Bóbi Továbbszínház társulata. Milyen is lesz ez a darab, mire számíthatnak majd a nézők? Ez nagyon izgalmas feladat lesz. Bolgár rendező páros jött hozzánk. Ez nagyon nagy megtiszteltetés, mert Péter Pasovnak hívják az igazgatót, aki egy élőszínház igazgató, és a felesége pedig Zsenya Pasová. Ő bábszínész, de mind a ketten nagyon-nagyon jó színpadi emberek. Nekik stúdiójuk is van, tehát tanítanak is egyetemen, és ez egy fény és ány színház, ami nagyon-nagyon összeszokott csapatot igényel. És szóval ez olyan, hogy ha te nem úgy teszel valamit, vagy nem úgy mozdulsz, akkor összeomlik az egész színpad. Tehát ez egy nagyon nagy feladat is, hát nagyon jó, nagyon hálás. Mint azt a színésznő elárulta, a Határtalanul című előadást az alkotók elsősorban a felnőtteknek szánják. A férfi és nő kapcsolatát boncolgató darabot március 3-ától lehet megtekinteni a Bóbitában. Tudják önök, mit jelent az a szó tritonus? Ez bizony egy hangköznek a neve, amelyet a középkorban ördöginek neveztek. Hogy miért pont ezt választotta nevéül az a fúvós ötös, amely a pécsi zeneművészetisekből alakult, nos, erről is még sok minden másról hallhatnak a következő kisfilmben. Egyébként, amikor találkoztunk velük, egyáltalán nem tűntek ördöginek, sőt, kifejezetten angyaliak voltak. Hetek óta furdalt a kíváncsiság, miért nevezi magát ez az öt fiatal tritonusznak? A dolog azért érdekelt kiváltképp, mert hallottam őket játszani a Magyar Kultúra Napján, az Ifjúsági Házban rendezett városi ünnepségen. Pontosak voltak, összeszokottak és elegánsak. Csütörtökön bejutottunk egyik próbájukra. Mentünk egy versenyre, még 2004 tavaszán volt egy főiskolai fúvós ötös verseny Pesten, és ez így igazából kitétel is volt, hogy a fúvós ötösök, akik jelentkeztek, nevet, tehát névvel kérték a nevet, hogy milyen névvel illessék, tehát hogy hogyan szerepeljen a programfüzetben. És akkor így gondolkoztunk, és hát valahogyan nem is tudom, talán a Gergőnek a fejéből potyant ki ez az ötlet, hogy akkor legyünk tritonusz, mert hogy ez kicsit olyan vicces is, meg olyan, igazából ez olyan hangköz, ugye lehet bővített kvárt, vagy szükített kvint, tehát négy vagy öt hang, hát ez így jó is lesz. és akkor így lettünk tritonusz. 2003-ban találkoztunk először, tehát ide kerültünk a főiskolára, mint első évesek, és akkor így, mint ismerősök, ismertük is egymást, és akkor így megbeszéltük, hogy hát jó lenne ez a fúvós ötös műfaj, ez egy nagyon szép műfaj, és megpróbáljuk együtt, aztán hát lesz, ami lesz. Mit értesz az alatt, hogy szép műfaj, hogy megbeszéltétek egymás között, hogy a fúvós ötös az szép műfaj lenne, vagy az is vonzó számotokra? Hát mert egyrészt, hogy fafúvosok vagyunk, tehát nekünk ez egy elég nagy hát kihívás, meg azért is, mert a kürt hozzá csatlakozik. Tehát ez egy olyan műfaj, hogy négy fafúvos plusz egy kürt, és ez a fúvos ötös műfajra van, nagyon jó műveket is írtak. Tehát igazából ez mindenki számára szerintem egy kihívás is. Úgyhogy meg kell próbálni. Mint ez köztudott, a zene nem ismer határokat, és a legdemokratikusabb vallás. Ezek azonban csak üres, ám bátor hangzatos szak mindaddig, amíg az ember nem találkozik olyan muzsikusokkal, mint például Murin, a szenvedélyes oboista. 6-7 éves koromban én hegedülni akartam elkezdeni.
de szüleim mondták, hogy nagyon nehéz dolog a fonós hangszeren játszani, meg maga a zenész élet, érvényesülni. Nehéz, és nem engedték. És addig faggattam őket, már 9-10 éves voltam, akkor trombitálni akartam. De amikor megláttam az oboát, és így összehasonlítottam gyerekfejjel, hogy ez a három billentyű, ez lehet, hogy nekem kicsit kevés lesz. És meg nagyon tetszett az oboa hangja, és így az obát választottam. Repertoárjukban egyébként a reneszánsztól napjaink zenéig szinte minden megtalálható, ami a befogadó számára szép vagy érdekes lehet. Nagy hangsúlyt fektetnek a magyar szerzőkre, úgyis, mint Farkas, Hidas vagy Súlyok. De természetesen játszanak Haydnt, Mozartot, Dvorzsákot, Hindemithet, Debussyt és a klasszikusok mellett egészen swinges témákat is. Kívánunk nekik sok harmóniát és jó közönséget koncertjeikhez! Egyre feljebb húz a slágerlistákon a Kozombolis nevű formáció, mely ilyen-olyan felállásokban ugyan már 3 éve létezik, de most jelent meg első albumuk. A kezdetekről, az első lemezről és Szőke András Zsiguli című filmjéről beszélgettünk Kozombolis Leonidas Péterrel. Úgy gondoltam, hogy a underground zenét kell egy kicsit úgy középre húzni, és akkor nem olyan élesen szélsőséges a dolog, hanem inkább olyan populárisabb. Ez a Kozombolis stílusa. Rock, funky, reggae, de jöhet bármi, ami jó, fogyasztható, dallamos zene, meg slágergyanús szöveg. Be is jött a banda 2 dala, amihez már klip is készült, szépen ostromolja a slágerlistánkat. Valami most kezdődik el, ez az, ami a véret fűti fel, 1000 fokra, hogy igen, enged, hogy ez a zene most benned éljen. Szóljon, dübörögjön a hangod, a lelkedben úgyis ott van a lantot, hát enged ki magadból, érezd hát, hogy egyre jobb az akkor. Az első lemez tehát kész, úgyhogy az együttesnek valami tényleg most kezdődik el. De Kozombolis Leonidas Péternek már valami régóta tart a zenélés, egészen pontosan 13 éve. Először rockzenekarokban gitározott vagy szintetizátorozott, ja, és egy ideig vendéglátózott is. Kozi egyébként azt mondja, az is teljesen hasznos dolog volt. Játszottam vendéglátó zenészként is, ilyen étteremben, tudod, zongorával. Persze. Hát meg ilyen vendéglátós csapatokban. Egyébként nagyon jó az, mert nagyon sok számot el kell játszani, tudod, akkor álljon az ember, hogy körülbelül milyen akkordokból, hogy vannak ugye azok a legtutibb slágerek, tudod, így 60-as, 70-es évekből, akkor ilyen rock'n'rollok, stb. Mindegy. És akkor egy olyan 3 éve gondoltam rá először, hogy csinálni kellene saját számot, és akkor csináltam egy pár saját számot. Valaki azt mondta, ne így, mert csalódni fogsz, de én csak ennyit mondtam erre. Apa még szerintem nem lehet semmi rossz, hogyha valaki vágyik még a szebbre, a jóra. Egy pozitív szóra, egy színes futóra, legyen egy boldog óra, vagy csak egy perc, egyetlen pillanat, ami a szívedben örökre megmarad. Bevallom ettől a ritmustól felforra vérem, és az Istentől is csak azt kérem, hogy nem újjon el soha, ne legyen mostoha, örökre velem maradjon ez a csoda. A zenétől felforra vérem, ha játszom, örül a szívem. Szeretném megmutatni, hogy jobb adni, mint kapni. A zenétől felforra vérem, ha játszom, örül a szívem. Szeretném megmutatni, hogy jobb adni, mint kapni.
És akkor jöjjön az ígért Zsiguli. Kozi ugyanis előbb csinált főcímzenét egy Szőke András filmhez, mint klipet a saját lemezéhez, vagy egyáltalán saját lemezt. Az egész úgy kezdődött, hogy 2004-ben Szőke Szolnokon forgatta a Zsigulit. Úgy történt, hogy tudtam, hogy ott fogják forgatni a filmet, bementem, és kérdeztem tőlük, hogy esetleg lehetne valami statiszta szerepet elvállalni a filmben, vagy söprögetni az utcán, vagy valami. És akkor a társproducer, aki Szolnoki, egy mozit üzemeltet, Demeter Istvánnak hívják, ő azt mondta, hogy hát figyelj meg, Kozikám, tudsz te zenélni is, nem? Nem, nem tudok. És akkor megmutattam nekik egy pár számot, és a Szőke András kiválasztott belőle egyet, és akkor az lett a főcímzenéje. Egyébként Kozi Szőke rajongó vagy, vagy pedig ez egy tudatos karrierépítésnek is felfogható történet volt? Hát az az igazság, hogy aki ismer, meg aki nem, annak meg elmondanám, hogy nekem nincsenek ilyen tudatos karrierépítési trükkjeim, tehát minden az életemből, ami eddig történt, minden ilyen furcsán történt, tehát így jött minden magától. Tehát ez olyan, mint egy, amikor, ez hülye példa lehet, de mondjuk, amikor így tudod, hogy megnő valami, és akkor kinyílik belőle egy világ, az lesz. És ez tényleg olyan az életem teljesen, hogy így magától működik. Persze emögött azért van munka bőven, és lazaság ide vagy oda, Kozi büszke erre az egészre. A bandára, az első lemezre, a klipekre, ahogy kitörtek Szolnokról, szóval tényleg erre az egész kozombolisz történetre. A szerencse minden közre játszott ebben. Tehát azért, tudod, Szolnokról azért, hogy igaz, hogy 100 kilométerre van Budapestről, de hát azért nagyon sokat kellett utazni érte, tudod, hogy rendben legyen minden. Folyamatosan hetente kétszer-háromszor menni kellett, közben dolgozom mellette, ilyen van egy polgári foglalkozásom, ilyen üzletkötőként dolgozok egy cégnél, és plusz van egy kis családom is, azokkal is így foglalkozni kell. Tehát az egész, én az egészre vagyok úgy büszke, ahogy van. Megint ugye az zene most benned ilyen. Megint ugye az zene most benned ilyen. Tanulás fogalma, ez lenne az utolsó kérdésem középpontjában. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, és kérlek, oszd meg velünk a gondolataidat, mire asszociálsz, amikor azt hallod tanulás, hiszen 2007 a tanulás éve a 2010 felé vezető évek sorában. Hát, hogy a kettős én nem, mert azért tanár is vagyok, főállásban tanár vagyok, tehát nyilván a szakmai pedagógiai fogalmak is jutnak az eszembe, de most ezt hagyjuk a megfelelő fórumokra. Itt inkább az, hogy élethosszig tartó tanulás, ez ami a jövőnk, az én jövőm is még, de az utódaim, meg a mai fiataloké természetesen még inkább. Ezt igyekszek művelni is, tehát nem csak passzívan mondom, hogy ez a jó és ez a fontos. Hát tényleg az van, hogy naponta olvasok olyan, akár fotográfiáról szóló, akár technikával kapcsolatos, a tudományok fejlődésével kapcsolatos cikkeket, és igyekszek belőle én is tanulni. Hát nekem ez jut most eszembe erről. Úgy hallottam, a madarak azt csiripálték, hogy újra lovagolsz is. Ez is a gyerekkorhoz kötődik, vagy a diákkorhoz. Ez is egyfajta fonál újrafelvétel. Valóban meg is teszed? Tehát elképzelhető, hogy a jövőben az elnök úr az hetente egyszer-kétszer lovagolni fog? Törekszek rá. Az az igazság, diákkoromban versenyeztem, lovagoltam, tehát nagyon hiányzott egész később életemben ez a dolog, és hát más egy-két éve újra ültem néhány lovon, de még az időt és a kereteket megtalálni ahhoz a heti egy-két szabad néhány órához, azt még nem sikerült, de törekszek rá. Nagyon szépen köszönjük, és kellemes lovas élményeket kívánunk előre is. Köszönjük, hogy itt voltál a Publikum adásában. A nézőknek pedig nagyon köszönöm a megtisztelő figyelmet. Tartsanak velünk a jövő héten is, de addig is járjanak sokat kiállításra, színházba, és nézzék meg például a Hollywoodland című filmet, ami az utóbbi héten tűnt fel a városban. Érdemes lesz, ez egy régi hollywoodi színészről szól, Reevesről, aki annak idején Supermant alakította a mozivásznon, illetve a tévék előtt láthatták az akkori amerikai nézők, és az hírlik róla, hogy öngyilkos lett, de a film azt boncolgatja, hogy lehet, hogy ez mégsem így volt. Tehát tartsanak velünk jövő héten, és köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!